számat, a dicséretedet fogja hirdetni. Áldott az Atya és Fiú és Szentléleknek országa, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ékességben könyörögjénk az Urat. Amen. És lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Urat. A föld terményeinek bőségéért és békességes időkért könyörögünk az Úrhoz. A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért és ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz. Könyörögjünk az Úrhoz. Помилуй и сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью. Аминь.
благословенною, славлюволи, владиче це нашу Городицю і Преснодіву Марію, со всеми святими, помянувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу передади. Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most is.
és örökkön örökké. Amen. Bölcsesség igaz mert szent vagy te mi Istenünk, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Peace.
bölcsesség, igaz hívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot. Szent Lukács Evangéliumának olvasása. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Főtisztelendő paptestvérek, Krisztusban kedves testvéreim, tisztelt ünneplő sokaság, kedves tévénézők, hiszen a mai ünneplésbe ők is belekapcsolódnak, akik a mai liturgiát követik, illetve majd nézni fogják a média segítségével. Ma Csepében, de a Mennyországban is, a boldogságos szűzanya születésnapja van. A Földön mindazokkal együtt, akik elhiszik, hogy a haldokló Jézus, miközben az életét adta értünk és üdvösségünkért, minket is odaajándékozott gyermekként az édesanyjának, amikor a kereszten haldokolva már nem sokat tudott mondani, ezért az utolsó szavak azok a legfontosabbak szoktak lenni. Általában a haldokló ember a lényeget próbálja belefoglalni abba a néhány szóba, ami esetleg a hangszálain, a torkán kijön. Többek között ez is elhangzik, hogy íme a te gyermeked, íme a te fiad asszony, amikor Szent Jánosra mutat és tekint. Ma mi is útra keltünk valaki szőlősről, valaki pusztról, valaki távolabbról, valaki közelebbről ide Csepébe, és eljöttünk a szűzanyához, édesanyánkhoz köszönteni őt. Kedves testvérek, nagy felismerések születhetnek, amikor egy gyermek az édesanyját, az anyukáját a születésnapján köszönti. Mert egy gyermek, amikor már nem 2 éves, hanem mondjuk 7 éves,
10 vagy 15 éves, ezen a napon találkozik talán először az élet igazságával, nagy igazságával, meg egy fölfedezéssel. A kicsi gyermek az édesanyjára elsősorban úgy tekint, mint az élet forrására. Amikor Krisztián atyával Budapesten a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen egy ideig együtt tanultuk a mentál higiénét, akkor hangzott el először a good mothering fogalma, ami angolból úgy fordítható, hogy a jó anyaság, amely megkívánja az anyától, hogy mindig ott legyen, a gyermek mindig érezze az anyuka szagát, tapintását, közelségét, melegét. A gyermek fölfedezi azt, hogy van. De egy 7 éve év körüli gyermek fölfogja, hogy nem csak neki van születésnapja, azaz a gyermeknek, amikor ajándékokat hoznak neki, hanem az anyukának is van születésnapja. És amikor igazán gondolkodni kezd, silabizálni, akkor ezen a napon eszmélhet rá talán először arra, hogy az élete forrása nem is az anyuka, nem is az édesanyja, hiszen ő, az édesanyja is született. Drága testvéreim, is ez nagy pillanat. Mert ekkor nyílik ki az a távlat, hogy az édesanyámnak is van anyukája, aki nekem a nagymamám, és a nagymamámnak is van anyukája, aki nekem a dédmamám, és az életnek a forrása tulajdonképpen nem is ember, hanem ha így végig-végig vezetjük a genealógiát, az emberi családfát, akkor a Jóistennél kötünk ki, aki mindegyikünknek adja, és adta is az életet. Kedves jó testvéreim, van egy másik, ilyen szintén az édesanyja születésnapjához kötődő élmény, ami meghatározó az ember életében, hogy a gyermek megpróbál egyszer csak valami ajándékkal kedveskedni az anyukájának. Emlékszem, amikor még kisóvodás voltam, igaz, hogy nem az anyuka születésnapjára, hanem március 8-a alkalmából minden gyerekkel csináltattak ilyen tűtartó párnácskákat. És képzeljétek el, hogy anyukám mind a mai napig megőrizte ezt. Már a ragasztó, mert ilyen applikációs módszerrel készítettük ezeket, már egy ilyen kisbaba formájában készítettem, ilyen kendős kisbaba, már a szeme, az egyik szeme az leragadt, az már eltűnt, de anyukám mind a mai napig őrzi, meg kedves neki. Azután esetleg már felnőtt, amikor fölfogja, hogy tulajdonképpen az anyukának a legkedvesebb, a legnagyobb ajándék az, a gyermekét láthatja, vagy hallhatja. Még ha beteg is, pláne akkor, ha beteg, ha idős, ha gyengélkedik. És ilyenkor egy hallófülű ember egyszer csak kezdi a születésnap örömében és zsibajában hallani az esetleg ki nem mondott kérdést, ami az édesanyja szemében mindig ott van, hogy kisfiam, gyermekem, megtetted azt, amit kértem tőled. Már nem érsz mellettem, esetleg évente csak egyszer jössz haza, de ugye emlékszel rá, hogy én mondtam neked egy-két dolgot. Megtetted? Drága testvéreim, ennek egy változata, amikor egy fiúgyermek a feleségével és a családjával elmegy meglátogatni az anyukát, és az anyai szív rögtön észreveszi és látja, hogy valami nincs rendben a kettejük között. És ő meglátja, hogy a fiam nem tette meg azt, amit a felesége kérte, vagy elvárja tőle. Valami olyat tett, amivel felbosszantotta őt. Mondjuk azt, hogy nem vágta le a körmét. Ezzel idegesíti a mennyét. És akkor mondja neki, kisfiam, figyelj arra, hogy időben vágd le a körmödet, vagy tedd meg azért azt, ami a feleségednek örömet tesz. Itt egy pillanatra megállhatunk is, a férfiak, akik nősek, azok elgondolkodhatnak, mi az, amivel én a feleségemnek esetleg örömet szerezhetek, mert ezzel az édesanyámnak is örömet szerzek, közvetett módon, de örömet szerzek.
mikor szereztem utoljára örömet feleségemnek? Azzal, hogy megdicsértem, azzal, hogy megköszöntem, azzal, hogy a vendégek előtt nem szittam és nem kritizáltam, vagy esetleg a gyermekek előtt. Mikor? Egyszer csak remélhetőleg ez a gyerek, ez a fiú rájön, hogy a legnagyobb öröme az édesanyjának az lesz, ha a következő születésnapra úgy megy el, hogy az anyuka érzést tapasztalja, hogy köztem és a feleségem között minden rendben van, minden oké. Szeretjük egymást, békében élünk, kölcsönös tiszteletben. A gyerekek ebben a légkörben nevelkednek és cseperednek. Megtettem, anyuka, azt, amit kértél. Kedves úr testvérei, mi a boldogságos szűzzel valahogy szintén így vagyunk. Eljövünk hozzá születés napján köszönteni őt, eljövünk abba a templomba, amely az ő tiszteletére van fölszentelve, hogy ez a születés valami egészen rendkívüli dolog, mert ez a kislány, ez a názáreti kislány, aki megszületett, már a születéskor is, sőt, mint tudjuk, már a fogantatás pillanatában, hiszen ünnepeljük a szeplőtelen fogantatás ünnepét, bűnös emberektől tőlünk úgy különbözik, mint arany a hamutól. Az az élet, amit az Úr benne elindított, az nem szűnik meg. Ezért ünnep a szűzanya születésnapja. Ismerek olyan embereket, akik nem szándékkal, egy idő múlva nem ünneplik a földi születésnapjukat. Én is lassacskán ebbe a korba léptem. Ha eddig örültem és valamit csaptam a születésnapomra, egy bulit, amire meghívtam a paptestvéreket, a rokonokat, a barátokat, most már úgy érzem, hogy nem szívesen tenném. De még az idén megtettem. Talán azért nem ünneplik egyesek a születésnapjukat, mert érzik az évek múlását, és ennek nem örülnek. De a szűzanya születése igenis öröm ünnep számunkra, mert az ő élete nem ér véget. És azért is, mert ahogy hallottuk a mai evangéliumban, ő fogadta és ő hordozta szíve alatt méhében 9 hónapon keresztül azt, aki az Isten gyermekei életét visszaadta, visszaajándékozta nekünk. De a szűzanya, kedves jó testvéreim, nem az élet forrása szintén, hanem az, akit ő szült, az Úr Jézus. Én azt mondom, hogy ő nem a természete szerint arany hozzánk képest, akik por és hamu vagyunk, amint Nagybőjtben, ugye hamvazó szerdámi római katolikusok bűnbánatunk jeleként meghintjük fejünket hamuval, és a pap ilyenkor azt mondja, hogy emlékezzél ember, hogy por vagy és visszatérsz a porba, hamu vagy és visszatérsz a hamuba. Ezért térj meg, és így az evangéliumban. A szűzanya is kapta a Jóistentől, amint a mai evangéliumban hallottuk ezt a óriási, hihetetlen, minden emberi fantáziát, elképzelést felülmúló ajándékot, az ő egyszülött fiát. A Jóisten ezt az életet nem csak a szűzanyának szánta, hanem nekünk is. És a szűzanya azt üzeni nekünk, hogy nem magától lett ilyen, hanem Isten kegyelméből. De az életünknek egyetlen közös forrása van, a szűzanyáival együtt, és az Úr Jézussal együtt, a Jóisten. A szűzanya az ünnepein egész évben ezt mondja el nekünk, gyermekeim, figyeljetek csak, milyen nagy dolgot művelt velem a mindenható végig az életemen, születésemtől fogva, egészen halálomig, elszenderülésemig, egészen mennybe vételemig. Csak annyit kért tőlem, hogy engedelmes legyek. És én az ő kegyelméből ezt meg tudtam tenni. De az élet, amit hordoztam,
a sajátom is, a kis Jézusé is Istentől való, mint a tiétek is. És ilyenkor rádöbben az ember, hogy jé, hát nem csak ajándékot adhatok, hanem kaphatok is a szűzanyától. Ez az élet, a földi élet, és vele egybe kötött Isten gyermekeinek az örök élete, Isten nagy ajándéka számomra. Ha egyszer erre rájön az ember, hogy te jó ég, Uram Istenem, tőled való az életem, nem a szüleimtől, nem Ádámtól, nem Évától, tőled. És te vigyázol az életre, ránk is, rám is. Ebből mi fakad? Béke. Az Úr Jézus békéje, amelyről beszél, hogy az én békémet adom nektek, nem a világ békéjét. Az a belső béke, az a belső boldogság, amely minden családnak a sajátja lehet. Azután, ha már nem először ül meg az ember a szűzanya ünnepét, akkor egyszer csak a lelkiismerete elkezdi hallani a szűzanyától azt az anyásan szeretetteljes mondatot, szavakat, hogy kisfiam, vagy kislányom, megtetted azt, amit kértem tőled? Eleinte az ember erre a kérdésre összehúzza magát, mert tudom én már, hogy mi az, amit a szűzanya mondott, és nem csináltam meg. Ezt mondja, amit a fiam mond, tegyétek meg. Emlékszünk Jézus első csodájára a kánai mennyegzőn? Szent János evangéliumában olvassuk. Általában azokra, akik megteszik, amit az Úr Jézus mond, nem nagyon szoktunk odafigyelni, a szolgákra. Akik azt a 6 kő korsót, kő edényt megszedték vízzel. Figyeljétek meg, testvérek, nem úgy szedték meg, hogy vittek egy pár vödörrel, belekóstoltak, és azt mondták, hogy jé, gyerekek, ez bor, akkor hordjuk, ezt érdemes csinálni, nem? A több száz liter víz csodálatos borrá változik akkor, amikor színültig megtöltik, belemerítenek és elviszik a násznagynak. És a násznagy állapítja meg, hogy de jó, finom bor ez. És ki is kap a vőlegény, hogy miért tartogatta eddig a jó bort. Kedves jó testvéreim, hát megtenni azt, amit az Úr Jézus mond. Ilyenkor történnek csodák. A hétköznapokban, a mindennapi életben. És az ember is, amely általában kortól függően, általában 70-80%-ban vízmolekulákból áll, az ő életében is bekövetkezik a csodálatos átváltozás. Minőségi, nem külső, minőségi átváltozás. És mi is csodái, Isten csodáinak lehetünk a tanúi, a megélői. És az igazán szép ünnepek azok, amikor az ember úgy tud a szűzanyához menni, hogy anyukám, éppen így mondhatja neki, hogy anyukám, szűzanyám, képzel, az esetek többségében igyekeztem, és néha még sikerült is megtennem azt, amit mondtál. Amiről lehet, hogy senki sem tud. Csak a mindenható Isten. Meg te, meg én. Meg azok, akik nem tudják megmagyarázni, hogy miért jó most már mellettem lenni, mint a másik ember mellett. Drága testvéreim, ez a lényege az igazi Mária tiszteletnek. Amikor nem csak a szánkkal, az ajkunkkal, az énekünkkel, hangszálainkkal, hanem szívünkkel tiszteljük őt. Amit az első keresztényekről is megállapították, hiszen nem brosúrok, meg mindenféle szóróanyagok nyomán figyeltek fel a pogányok a keresztényekre, nem jártak ők kosztümökbe öltözve, meg táskácskákkal az utcákon, meg nem kopogtak be az ablakokon, meg a kapukon, mint egyesek teszik manapság. Ismerjük ezeket, ugye? Nem állítottak fel standokat az utcákon,
Mások figyeltek fel, a pogányok figyeltek fel a keresztényekre. Ezek nem olyanok, mint a többiek. Ezek nem farkas törvények szerint élnek. Farkasok között élnek, de nem válnak farkasok, hanem megmaradnak bálányoknak. Vajon miért vagytok ilyenek, kérdezték. Mert ilyen a mi Istenünk, és ezt látjuk, ezt tanuljuk a mi édesanyánktól, az Úr Jézus Krisztus édesanyjától, Máriától. Miért jobb tőlem hallani a szót, mint másiktól? A szűzanya tudja, mi megy végbe az ember szívében és lelkében, milyen változás. És ez annak köszönhető, hogy lassan-lassan elkezdem megtenni azt, amit a szűzanya kér tőlem. Amit a fiam mond, tegyétek meg. És ezentúl az evangéliumot, a szentírási olvasmányokat, a szent leckét, az apostolt nem úgy hallgatom, mint egy mellesleg protokoláris dolgot, amit egyébként is felszokták olvasni. Nem úgy olvasom és nem úgy hallgatom, hanem mint az Isten igéjét. Mint a szűzanya tette. Mert miután megszülte fiát, minden szavát, amit nem értett, azt is a szívében megőrizte, és elgondolkodott rajta, és az szerint élt. Hát kérjük meg, drága jó testvéreim, a mai napon a szűzanyát, hogy ne fáradjon bele mondani mindegyikünknek, figyelmeztetni anyai szeretettel, szelíd szeretettel, személy szerint mindegyikünknek azt, amiről ő a mennyországból pontosan látja, hogy kislányom, kisfiam, neked, hogy jobb légy, hogy az életed erősödni tudjon, ezt meg ezt kellene tenned. Amaszt meg nem volna szabad tenned. Hallgass rám! Próbáljuk meg a mai napon ezzel az ajándékkal kedveskedni a boldogságos szűzanyánknak, hogy megígérjük, hogy hallgatunk rá. Igyekezni fogunk. Amit mond, azt megpróbáljuk megtenni. És ebben a szent liturgiában ővele együtt hálát adunk az élet forrásának, a mindenható Istenünknek, és a mi megváltó Krisztusunknak, aki azért jött, azért öltött testet a Szentlélektől, és született Szűz Máriától, és azért jön most is, ma is, hogy itt ebben a liturgiában nekünk legyen, nekünk is legyen életünk. Amen. meghatott és töredelmes szívvel esedezünk hozzád, és óhajtva kiáltjuk gyógyít, Aranka és Milán püspök szolgált fájdalmait, orvosold lelki és testi szenvedéseiket, mint könyörületet, bocsáld meg minden szándékosan vagy akaratlanul elkövetett vétkedéseiket, gyorsan emelt fel őket betegségük ágyából, kérünk téged, hallgass meg minket, és könyörülj! Szolgálódnak és Milán püspök szolgálnak, könyörülj rajtuk, irgalmas,
Tiltsd el a fájdalmat, távolíts el minden szenvedést és betegséget, enyhírd a hideget és hőséget, terjeszd ki hatalmas kezedet, s mint Jairus leányát betegsége ágyából, emelt fel, szedd őket, egészségessé kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj! Istenünk, hallgass meg imádságunk és könyörgésünk szavát, könyörülj jelenlévő szolgáidon igazukból távol levő testvéreinken, Károly, Anna, Marianna, Iván, Alina, Karina, Erzsike, Marika, Kátya, Iván, Elemér, Boris, Jura, Elemér, Ivánka, Vlágyik, Melinda, Dimitro, Erik, szolgádon és családján, Márián és családján, Mária, Diana, Dániel, Iván, Vanessa, Krisztina, Timea, Iván, Sándor, Krisztina, Alexandra, Stefáni, Vanessa, Dániel, szüleiken és nagyszüleiken, József, Dominika, Szófia, szülein és nagyszülein, Evelin, Alina, János, Sándor, Olena, André, Valentina, Mariana, Volodimir, Artur, Marianna, szolgálódon és családján, Anna, Bianca, Anita, Attila, Magdolna, István, Irén, Anna, Júlia, Tánya, Iván, Stepán, László, Dávid, Krisztina, Gergő, Angéla, Robert, Robert, Katalin, István szolgádon és családján, Ernő, Ilona, Attila, Andrea, Ernő, Magdolna, Robert, Katalin, Robika, Viktória, Mihály, Attil, Alina, Mihály, Linett, Mária, Mária, Anita, Erika, Józsi, Józsi, Sanyi szolgáidon és családjukon, kegyelmeddel és irgalmasságoddal, és teljesíts minden jó kérelmeiket, bocsárd meg minden szándékosan vagy akaratlanul elkövetett vétkedéseiket, add, hogy kedvesek legyenek imádságaik, és irgalmas cselekedeteik a te fenséged királyi szék előtt. Oltalmazd őket minden látható és láthatatlan ellenségtől, minden incselkedéstől, bajtól, aggodalomtól és betegségtől. Adj nekik egészséget és hosszú életet. Mondjuk mindnyájan, Urunk, hallgass meg minket és könyörülj! Szerető Uralkodónk, Krisztián szolgádra és családjára, megemlített szolgáidra, akik jóságod előtt hitteledek elnek és meghallgatva könyörgéseiket, áld meg jó szándékukat, életüket és munkájukat, állítsd őrangyalodat hozzájuk, hogy háríts el a látható és láthatatlan ellenségek minden ármányát. Kérünk téged, legjobb üdvözítőnk, hallgass meg minket és könyörülj! Gábor, 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 Mihály, Júlia, János, Viktor, István, János, Etelka, Ernő, Marina, Béla, János, Veronika, József, János, Jolán, Veronika, Sándor, Eszter, László, András, Atya, Hanna, Iván, Vaszil, Mária, Iván, Sándor, László, Mihály, Mihály, Miklós, Mária, Anna, László, János, Margit, Mihály, Ilko, Mária, József, Anton, Natálka, Irénke, József, József, Margit, Sándor, István, Annus, Pál, László, Margit, Irén, Ida, István és Alexi lelki nyugalmáért minden szándékosan vagy akaratlanul elkövetett vétkeiknek bocsánatáért. Kettől az igazak megnyugosznak. Ismét és ismét békességben könyörögjünk az Urunkhoz.
világról, az egész egyház üdvözül. Ezen szent templom boldog és örök emléka, ami túl jó és jó tevéről, de mondhat a országon a megvezetőjéről és mindéről, ki jól az minnyáját az Úr, igazat működött tények, emlékezzék meg az Úr Isten az országában, mindig most és mindenkor és örökkön örökké. Uram, kegyesen jó a követőtől, és ilyen nagy népjenek el az államférfalaik, akkor veszed kedves az Amen.
Szent szolgálatért is megkezdünk bőle elfogadni, miért úszottánul, ha neked az arkangyalok kezdve, az angyalok miriágyai, a hadszárű, sokszemű, fellebegő, szárnyas kerubok is rá fog szolgálnak. Győzelmének-et énekelvén kiáltván, hangoztatván és mondván. Tieidből néked ajánljuk fel, mindnyájunkért és mindenekért. Hirdetők, evangelisták, vértanúk, itt valósabb megtartózkodókért, és a hitbe megdicsőült minden igaz lélekért. Kivált képpen legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkért, az Isten szülő és mindenkor tűz Máriáért. Köszönöm szépen!
Tartsd meg őket szent egyházaidat békességben, épségben, tisztességben, egészségben és hosszú életben. A igazságod igének és hirdetésére. Most is mindenkor is örökkön örökké. És legyen a minden Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk kegyelme, mindnyájatokkal, és a kegyelmeddel. Minden szentekről megemlékezni, neked
irgalmas nekem bűnösnek, Isten légy irgalmas nekem bűnösnek, Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. Figyelmezünk, szentség a szenteknek! Megtöretik és megosztatik az Isten báránya, atyának fia, aki megtörető, de meg nem osztható. Minden köldelő szolgál és soha nem fogyasztható.
egyház meg örökségedet, egyházad teljességét őrizd meg. Szenteld meg azokat, kik házad ékességét szeretik, te viszont dicsőítsd meg őket isteni erőddel, és ne hagyj el minket, mint benned hívunk. Ajándékod békességet a te világodnak, egyházaidnak, papjaidnak, minden népednek, mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, leszállván tőled a világosság atyától. És téged dicsőítünk, imádunk, neked hálát adunk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön öröké. Az igazi világosság, mely minden embert megvilágosít, a világba jött. A világban volt, és a világ által lett, mégsem ismerte főt a világ, a tulajdonába jött, ővéi azonban nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. A
azoknak, akik hisznek az ő nevében. Akik nem a vérből, se nem a test vágyából, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az igaz testi jött is közöttünk lakozott, és láttuk dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki kegyelemmel és igazsággal teljes. János tanúságot tett róla, és fennhangon hirdette, ő az, akiről mondottam, aki utánam jön, előttem lett, mert előbb volt, mint én. Mi mindnyájan az ő teljességéből részesültünk kegyelmet kegyelemre fogadva, mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által lett. És az operatőrnek is a ruhájára, a kamerára. Az Úr áldás felálltuk az ő kegyelmével és ember szeretetével most és mindenkor örökkön öröké. Dicsőség neked! Dicsőség az Atyának és Fiú, aki a Szentléleknek most és mindenkor is örökké, amen. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, adj áldást, Uram! Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának imái által, akinek születése ünnepét ma fényesen ünnepeljük, a Szent Dicső és mindenek fele dicséretes apostoloknak, aranyszájú Szent János Konstantin Nápoly főpüspökének, Szent és Isten illetségű atyáinknak, boldog Tudor felszentelt vértanunknak, s minden szentjének esedezése által, könyörüljön rajtunk, küzdödítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Amen. Ferenc pápának, adjunk erőt, egészséget, áldás számos éven át. Püspöknek adjunk erőt, egészséget és áldást számos éven át. És áldás számos éven át. Isten,
háduló papjának, Krisztiánnak és családjának, egyházközsége híveinek, jelenlévő testvéreinknek, egyházadnak adakozó híveinek, ezen ünnepre segítséget nyújtó szolgáidnak, adj Urunk erőt, egészséget, áldást, számos éven át!